mamut cipelő korukból, van még az, hogy a férfiak úgy szeretik lerendezni a dolgokat. Tehát nagyjából, amikor a mamut ott van, akkor megszúrják. Hogyha a nők pedig szeretik így megbeszélni a dolgokat, végig nézegetni a lárvákat, megállapodni, hogy azokat hogyan osztják el, meg hogy hogy ültsenek bogyót, meg ilyesmi. Tehát a nők számára egy-egy probléma az olyan sokszor körbejárható dolog, mint egy bakor, ami sok bogyó van, meg az alján vannak a lárvák. Ennek megfelelően egy szülőpáros számára az új szabályalkotása, az mindjárt abba a szabályalkotás, előszabályalkotásba ütközik, hogy meg kell állapodni arra, hogy akkor most úgy alkotunk szabályt, hogy hamar lerendezzük, nevezetesen, figyelj, te úgyis jársz a lépcsőzőgépre, akkor majd te leszaladsz a szeméttel. Vagy, hogy figyelj, de, és akkor ugye az alakul ki, hogy a férfi lenyomja, az apa lenyomja az anyát, hogy az anya szeretné ezt körbejárni, szeretné végig gondolni, és hogy ahhoz neki megfelelően föl kell öltözni, hogy kimenjen a lépcsőházba, mert a másodiknál a Búdi néni az figyel, az elsőnél meg a Lajcsika meg beszól, tehát hogy az egy ennél nehezebb dolog. És emiatt tehát könnyen csúszunk bele abba, hogy elkezd a férfi diktatórikus lenni, törvényeket hozni, nem számolni a Búdi nénivel, meg a Lajcsikával. Na de hát a másik meg, hogy azért tényleg már kezdett büdösödni az a szemét, valakinek le kéne vinni, és már megbeszélted a barátnőddel, már fölhívtad anyádat, már az én anyám is tud a problémáról, és legközelebb, most én leviszem, de legközelebb, akkor halkonzerv, félig megevett halkonzervet ne tegyünk bele, mert ez így nehezen tartható. Tehát az első szabály, az a szabályhozásról hozandó szabály.